Halleluja! Kérlek, hogy foglaljatok helyet, és most az egyház témájába szeretnék az alapoktól hozzákezdeni, és fontos az, hogy tisztában legyetek azzal kapcsolatban, hogy mi az egyház, hogyan működik az egyház, miért van szükség az egyházra, és ezekkel kapcsolatos dolgokat fogunk megvizsgálni. Először azt kell tudnotok, hogy az egyház, az, tehát héberben, héber kifejezéssel, ez a kahál fogalom illeti, ami azt jelenti, a kahál szó szerint azt jelenti, hogy egybe gyülekezni. A görög kifejezésben eklézsiát jelent, eklészia szóval van leírva, ami azt jelenti, hogy hívni, tehát a kleó az a hívás, és a ek az a ki, tehát valamiből kihívni. Tehát így lehetne lefordítani. Tehát magyarán az egyház eredeti kifejezéssel kapcsolatban nem is azt kéne mondanunk, hogy egyház, hanem azt kéne mondanunk, hogy kihívottak. Tehát a kihívottak. Valahonnan ki lettünk hívva. Tehát az egyház kifejezés. Tehát valamilyen célból. Az egyház az egy szellemi képződmény, az bár társadalmilag egy konkrét szervezetben, vagy több konkrét szervezetben jelenik meg a társadalomban, de igazából az egyház az egy szellemi szervezet, az lehet, hogy így fogalmat adunk rá, hogy hit, mondjuk itt azt mondjuk, hogy hídgyülekezete, vagy azt mondjuk, hogy ceglédi hídgyülekezete, ez is egy társadalmi szervezetként jelöljük meg ilyenkor az egyházat, de igazából azt tudnunk kell, hogy az egyház az több ennél. Az egyház szellemi, igazából a lényege szellemi valóság. A Biblia beszél láthatatlan és látható egyházról, beszél egyetemes egyházról és helyi egyházról. Egyetemes abból a szempontból az egyház, hogy a zsidókhoz írt levélben azt látjuk, hogy nem csak a látható tagok vannak, tehát nem csak azok tartoznak az egyházba, akik most élnek és hisznek Jézus Krisztusban, hanem azok is hozzátartoznak az egyházhoz, akik már elköltöztek, és hittel, Jézus Krisztusba vetett hittel hagyták el ezt a földi világot. Ők ugyanolyan tagjai az egyháznak, mint mi. Tehát például. Az egyház, attól is egyháznak hívjuk, vagyis attól szellemi, mi ahogy szellemi intézmény az egyház elsődlegesen, ezért szellemi, hogy mondjam, feltételei vannak annak, hogy mondjuk egy helyi közösséget egyháznak nevezünk-e a bibliai értelemben, tehát hogy Isten szempontjából egyháznak számít-e valami, vagy nem. Tehát hiába gyűlik össze 100 ember, vagy 200, vagy 50, vagy 10, vagy 20, vagy 500 ember, ha Isten nem látja egyháznak, akkor az nem egyház, hiába mondják magukról, hogy egyház. Értitek? Tehát ennek szellemi követelménye van az, hogy az egyház egyháze, vagy nem. Tehát sok mindentől függ, tehát több feltétele van az, ahhoz, hogy egyháznak lehessen nevezni egy közösséget, és most szellemi értelemben mondom. Ahol egyháznak, tehát ahol Isten is egyháznak látja a közösséget, ott növekedés van, fejlődés, ott a tagok is növekednek, fejlődnek. Ahol Isten ezt nem látja, tehát nem látja egyháznak azt a közösséget, azt a nem tudom hány főt, akkor ott általában leépülés van az emberek életében. Hiába mondja magát egyháznak, akkor is leépülés van az emberek életében. Milyen feltételei vannak, ugye, hogy például ugye a héberben a kahál, itt csak egy történetet hadd mondjak el, 1 Sámuel 11-hez, hogyha lapozunk, akkor itt látunk egy ilyen előfeltételt, 1 Sámuel 11 6. verszaktól. Ugye itt megtámadták a Izrael fiait, és Saul, ugye Saulhoz küldtek, tehát Isten kijelentette, hogy Saul lesz a király, fel is kente a proféta által, de nyilvánosan még ez nem, vagyis hogy megtörtént, de még kellett hozzá egy újabb fölkenetés is.
És itt azt mondja, hogy Saulhoz küldtek, feleme, azt mondja, elment azért a követek Saulhoz Gibeába, és elmondták-e beszédeket a nép füle hallatára. Né, mit mondtak? Az, hogy szövetséget kötnek a ammonitákkal, ugye be akartak venni egy várost, és azt mondta, hogy ők abban az esetben hajlandóak szövetséget kötni az ammoniták, tehát hogy elállnak a harctól, hogyha mindenkit, azt mondja, hogy mindenkinek kivághatják a jobb szemét, és ez teheti az egész Izraelnek a gyalázatára. Tehát úgy voltak hajlandók békefeltételt kötni az ammoniták, meg túlerőbe voltak, hogy azt mondták, hogy elfogadjuk a békeajánlatotokat akkor, hogyha mindenkinek a jobb szemét kiváljuk, és ezt egész Izraelnek a gyalázatára tehetjük meg. És ugye ezért küldtek el Saulhoz, és amikor ezt hallotta a nép, Gibeában elmondták-e beszédeket a nép füle hallatára, fölemelte az egész község az ő szavát, és sírtak. Saul pedig éppen a mezőről jött a barmok után. Tehát ő meg elment dolgozni, tehát, mert azt mondta neki Sámuel, nagyon jól csinálta, mert azt mondta Sámuel, hogy ugye felkente, hogy király legyen, és azt még hadd mondjam el még, tehát előtte, hogy értsétek, hogy miről van szó. Arról volt szó, hogy elmentek Saulnak az apja, elvesztette a szamarakat. Elkoboroltak a szamarak. És mondta a fiának, hogy menjél el, hát ha megtalálod, és hozd vissza. Na elment a Saul, kereste, és nem találtam meg ezeket a szamarakat. És egyik a szolgája ott volt vele, és mondta, hogy pont ahol, amerre jártak, akkor volt ott Sámuel, Isten profétája abban a városban, és mondta a szolga a Saulnak, hogy itt van Isten embere, kérdezzük meg tőle, hogy hol vannak a szamarak. Van, amikor ilyen dolgok miatt is kereshetik az embert, hogy ilyen profán dolgok is, nem csak szellemi dolgokkal kapcsolatban, hanem gondolod, de hol vannak a szamarak, tudod. Te, amikor mondjuk tudnád, hogy az a proféta, tudod, Sámuel proféta, te ilyen nem megmernéd keresni, hogy hol vannak a szamarak, tudod. Na, oda mentek ugye, és ahelyett, hogy tehát megmondta nekik, hogy meglettek a szamarak, azon már ne aggodalma, most már apád aggodalmaskodik, hogy ti hol vagytok. De mind a mellett azt mondja, hogy maradjál itt, aludjál itt, és holnap reggel megmondom, hogy mi van a szívedben. Ott aludt, úgy keltette föl utána őket ugye a Saul reggel hajnalba, és Sámuel úgy keltette föl a Sault, és az volt a lényeg, hogy odaállt elé, és azt mondta, hogy most megmondom neked, mi van a szívedben. És azt mondja, hogy Izrael királyának kent föl az Isten. Magyarán a Saulban már ott volt ez, tehát Isten nem rögtönzött, hanem ez már ott volt benne, csak ő nem tudta megfogalmazni. Ott volt benne, csak ő nem tudta véghez vinni magától, de ez már ott volt benne. Tehát ő már előzetesen tudta, hogy ő lesz Izrael királya. És a Sámuel azt mondta el neki, hogy mi van benned, azt mondom most el így nyíltan. És ugye megtörtént a fölkenetés. És utána azt mondta neki, hogy most, és mondja, mit csináljak most? Semmit, menj haza, és csináld, ahogy eddig a dolgaidat. És ha Istentől van, ugye erre szoktuk azt mondani, hogy ha valami Istentől van, akkor majd úgy is történnek olyan dolgok, hogy majd beáll az ember abba a szolgálatba, nem kell hozzá sok mindent csinálnia, hanem éli az életét, és úgy alakulnak a dolgok, hogy betölti azt a szolgálatot. Amit láttunk is, hogy hazament, ugye ment dolgozni, csinálta a mindennapi tevékenységét, és egyszer csak arra megy haza, hogy mindenki sír egész Gibeában. És néztem, hogy miből maradt ő ki igazából, hogy az emberekkel mi történt. Saul éppen a mezőről jött a barmok után, és mondta Saul, mi történt a néppel, hogy sírnak? És elmondták neki a jábesbeliek beszédeit. És mikor meghallotta-e beszédeket, Saul is leült sírni. Nem. Látod, innen látszik, és itt kezdődik el, hogy mit jelent az, hogy kahál. Tehát innentől jön az, hogy akit Isten kiválaszt, és rajta van az ő szelleme azon az emberen, és valami munkára,
akkor ő másképp reagál. Tehát ő rajta keresztül, látjátok, Dávid is ugyanez volt. Hogy, de nem akarok oda előre ugrálni, hanem az, hogy nézzétek meg, hogy rászállt az Úrnak szelleme Saulra, és az ő haragja nagyon felgerjedt. Gondold el, amíg a többiek ennek a hírnek a hallatára egy erőtlenségbe estek, és elkezdtek sírni a tehetetlenségükbe, addig az az ember, akit Isten kiválasztott, arra rászállt a Szent Szellem, és nem sírni kezdett tehetetlenül, hanem egyszerűen egy nagy harag szabadult föl benne az érzelmeiben, hogy ez hogy tehetik ezt meg, ezt nem engedjük meg, és azt mondja, hogy vett egy pár ökröt, pont amit hazavitt, tehát ami ment előtte, földarabolta, és a követektől elküldte Izraelnek minden határára, mondván, aki nem vonul Saul után és Sámuel után, annak ökreivel így cselekszenek. És az Úrnak félelme szállt a népre, és kivonult mindegy szálig. 8. verszak, megszámlálta őket Bézekben, és Izrael fiai 300 000 voltak, a judabeliek pedig 30 000. Tehát most gondoljátok el, van egy ember, és látjátok, innen látszik, hogy és itt jön be a Kahál a képbe, hogy van egy ember, fölkeni Isten, elkezd, tehát itt jelen esetben kiküldte a követeket, hogy most mindenki jöjjön harcba, vagy különben mindenkinek ezt csináljuk az állataival, és mindenkire, aki ezt hallott, ez félelem szállt rá, és 330 000 férfi összegyűlt. Tehát, hogy gondold el, hogy te, hogyha most elküldenél követeket, hányan gyűlnének össze? A Kahálhoz az kell, hogy kell lenni egy olyan embernek, akihez tehát Isten oda vonja az embereket. És ez a közösség, látod, és ők is hallottak egy hívást. Tehát kihívottak. Tehát őket is el lettek hívva azokból a feladatokból. És így növekszik a gyülekezet, így jön létre a gyülekezet, hogy az ember hallja a hívást, hogy gyere Isten tiszteletre, gyere az egyházba, gyere a gyülekezetbe, és ezt hallod, és van egy vonzás benned, van benned valami. Nem biztos, hogy ez vonzás, hogy így jön, tehát hogy ezt így egy az egybe ezt tapasztal az ember, de érez belül valami indítatást, vagy valamit, hogy el kéne menni gyülekezetbe. És akkor téged hív Isten, tehát kihívott vagy, mert kihív téged azokból a feladatokból, kihív téged az otthonodból, kihív téged különböző dolgokból, hogy hagyd ott ezeket, és gyere az egyházba, az eklézsiába, mert hadd mondjam azt nektek, hogy az eklézsia szót használták a görögöknél, az antik világban, ez egy kormányzó testület volt emberek. A görög korban ezt hívták eklézsiának, nem egyháznak. Tehát amit mi most azt mondjuk, hogy egyház, ugyanazt a szót, ez mintha azt mondanánk most a parlamentre, hogy egyház a parlament. Mert igazából népgyűlés. Tehát a görögöknél ez azt jelenti, hogy népgyűlés, és amikor valami bajuk volt, hogy valami történt a városállammal, akkor elment egy futár, és körbe hirdette, hogy eklézsia van, tehát eklézsia lesz a nem tudom melyik színháznál, ugye, hogy elférjenek az emberek, és nem mindenki mehetett, azt csak férfiak lehettek, csak 18 éven fölül, és nem rabszolgák. Szabad emberek mehettek, és ők szavaztak, és ezt nevezték eklézsiának, és ezt a fogalmat hozta a Szent Szellem által be a képbe az egyházzal kapcsolatba, hogy eklézsia az egyház. És miért? Azért, mert az egyház is az egy kormányzó testület. Tehát amikor te jössz gyülekezetbe, akkor nem úgy kell jönni, hogy jaj, megyek gyülekezetbe, már ott leszek pár. Nem, hanem megyek kormányozni. Egy kormányzó testületnek a tagja vagyok, és a jelenlétemmel, érted, az, miért kell kormányozni, az ördög munkáit le akarjuk rombolni. Tehát ahhoz, hogy rákényszerítsük a szellemi erőkre,
a sötétségnek az erejére, meg mindenféle átkokra, meg rossz dolgokra, ami az ördögé. Ezért mi kormányzó testületbe jövünk, és az Úr adott kormányzó testületnek hatalmat, hogy döntéseket hozzon. És amikor például ige hirdetés van, akkor pontosan ezeket a Szent Szellem általi kijelentéseket mondjuk el, és amikor te elfogadod ezt, akkor azt mondod, amen. Tehát ezzel azt jelenti, hogy te is a szavazatodat leraktad amellett. Értitek? Hát erről szól. És innentől kezdve ez a döntés, ez végérvényesen, tehát törvényesen meg kell, hogy valósuljon, és utána jön a Szent Szellemnek a végrehajtó ereje, ugye, mert ugyanígy van a kormányzásnál, hogy utána kell egy végrehajtó erő, aki végrehajtja azt, amit a kormányülésen törvényeket megszavaztak. És utána a végrehajtó erők, tehát ez a Szent Szellem, végrehajtja az életedbe. Hát erről szól az egyház. Így kell látnod az egyházat. Tehát mi itt, azt lehet mondani, mi itt a Dél-Pest megyében egy mini parlament vagyunk. Tehát a szellem világban mi egy döntő szerv vagyunk, és ebbe te is beletartozol. Ez nem csak én tartozok be, hanem te is benne vagy ebbe. Parlamenti képviselő vagy, van mentelmi jogod az ördöggel szemben, és amit itt meghozunk döntéseket, és amit azt lepecsételjük azzal, hogy amen, akkor azt utána a Szent Szellem eljön az életedbe, és végrehajtja. Ezért mondjuk azt, hogy amen például. Ezt nem csak úgy mondjuk, hanem azért mondjuk ezt, mert szavazatunkat leadtuk, elfogadta a gyülekezet, tehát elfogadta az eklézsia ezt a kormány szervezet, vagy szerv elfogadta, azt mondtuk, hogy igen, és mi történik? A Szent Szellem végrehajtja az életünkbe. És ezért megy előre a hívőknek az élete, tehát akik egyházba járnak, és aktívan részt vesznek az Isten tisztelet liturgiáiban, tehát az Isten tiszteletekben, akik aktívan fülhallgatóik, dicséretben is aktívan részt vesznek, azoknak a végrehajtó erő, a Szent Szellem végrehajtja az életükben ezeket az igazságokat. Erről szól az egyház. És nézzétek meg, hogy például ugyanolyan kahál volt a Dávidnak az a 200, 500, 400, 600 és a többi embere, aki Dávid után ment, ott is egy ugyanilyen szisztémával az történt, hogy amíg mindenki, aki látta a Góliátot, lesokkolódott a félelemtől és a látványtól, addig az az ember, akinek ott volt a Szent Szellem, az az ember pedig úgy érezte, hogy neki futnia kell a Góliáthoz, hogy legyőzze. Itt nem az volt a kérdés, hogy legyőzi vagy nem győzi le, mert győztes. Azért győztes, mert ő is a kahálnak a tagja, és a kahál az győztes. Olyan nincs, hogy a kahál nem győz. Az egyház az mindig győz. Ezért mondja azt, hogy a pokol kapui sem vesznek diadalmat az egyházon. Az egyház az győztes egyház. Olyan nincs. Az az egyház, ami nem győztes, az nem egyház. És azért nem győztes. És azok a hívőknek is győzteseknek kell lenni, akik egyházban járnak. Mert különben azzal, hogy nem győztesek, ezzel nem biztos, hogy teljes jogú tagjai a népgyűlésnek. Mert ugye, ahogy feltételekhez volt kötve, itt is megvannak a feltételek. Az újjászületés, a vízkeresség, a Szent Szellem keresség, utána pedig az Úrban való járás, ezek mind-mind megalapozzák az embernek a jogát, hogy az eklézsiának a tagja legyen. Tehát ez egy kiváltság. Az, hogy te egyháznak a tagja vagy, ez kiváltság. Értitek? Miért kiváltság? Például, én itt azt írtam fel, hogy például az egyháznak adta Jézus az oldás és kötés hatalmát. Én mondom nektek, hogy az egyház az egy kormányzó testület. Nézzétek meg a Máté 18-ban. Egyébként Jézus tehát az evangéliumban csak két helyen van szó egyházról, és az egyik ez. Tehát itt a Máté 18. És itt azt mondja a Máté 18, hogy Máté evangélium 18. fejezet, kulcsok hatalmáról is. Ugye rögtön a 15. verszak, nem, nagyon érdekes, hogy pont intéssel kapcsolatban, tehát meg nem bocsájtással, vagy megbocsájtással áll összefüggésbe. Tehát Jézus így hozta elő először az egyháznak, az egyházról
a beszédet, vagyis ezt a fogalmat, azt mondja, ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted az atyád fiát. Magyarán az egyházba vétkezni fognak ellened a testvérek. Tehát ugye akkor nem mondok újat, hogyha ne talántán ilyet tapasztalsz, akkor ne legyél kiakadva, hogy ilyen van az egyház. Persze Jézus már rég megmondta 2000 évvel ezelőtt, hogy van ilyen az egyházba, hogy kiakadhatsz testvérekre, illetve a testvérek is kiakadhatnak rád. Ha pedig a te atyád fia, és vétkezni tud ellened, képzeld el! Menj el és dorgáld meg őt négy szem közt. Tehát és akkor rögtön azt mondja, hogy ketten beszéljétek át azt a dolgot. Ha hallgat rád, megnyerted az atyád fiát. Ha nem hallgat rád, akkor mit csináljál? Kezd el súsárolni másoknak? Azt mondja, nem. Hanem vegyél magad mellé egyet vagy kettőt, tehát akkor... Tehát, hogyha van nyitottság ezzel kapcsolatban, akkor egy embert, vagy még egyet vegyél magad mellé, és mit csináljál? Ugyanúgy kezd el megbeszélni. Ha két vagy három tanú vallomása, hogy megerősítessék minden szó két vagy három tanú bizonysággal. Ha azokra sem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek. Tehát jön be, és itt jön be a képbe a gyülekezet, hogy testvér és testvér között, hívő és hívő között megoldást tudjon adni, vagy egy olyan helyzetet, és ugye ez működik, tehát ez nem világi perlekedés, tehát itt nem perről van szó, itt sőt, ezért nem is ismeri például a Biblia az, hogy keresztények egymás ügyeit bíróságra viszik. Hanem egymás között kell, le kell ültetni olyan embereket, akik vezetők az egyházban, és amit ő mond, azt úgy kell csinálni. És kész. Nincs pardon. Ebből a szempontból szerintem nagyon jó a roma önkormányzat, ebből a szempontból, ugye, hogy én szerintem, én nem sok ügyet láttam, nem, hogy romák egymás között az ügyeiket bíróságra viszik. Ilyet láttatok már? Maximum ritka, mint a fehér holló, de egyébként nem lehet ilyet hallani. Mert szinte bibliai elven működik, egymás között oda mennek, leültetik a vajdát, elhívnak egy embert, aki köztiszteletben áll, oda hívják több emberrel, leülnek, és végtárgyalják. Elejétől kezdve az egészet. Nem? Így szokott lenni. Legalábbis, ahogy hallottam, hogy így megy a dolog. Közben pihenősz, ebédszünet, ilyen-olyan van, és akkor végig kitárgyák, és hogyha ott meghoznak egy határozatot, ott nincs fellebbezés utána. Tehát nincs az, hogy most akkor akkor ő ezt nem hajlandó megcsinálni, meg ilyeneket. Hanem ott akkor kötelezi magát az ember arra, és kész. És ez nagyon jó. Tehát, szerintem óriási az, hogy ez az egyházba kell, hogy jól működjön. Tehát az egyházban nem vihetik ki perre a tagok egymásnak az ügyeit bíróságra, hanem le kell ültetni a vezetőket, köztiszteletben álló embereket, le kell ültetni és megtárgyalni a dolgokat. És utána pedig mindenki, annak a döntésnek és annak az ítéletnek megfelelően viselkedik. És nincs az, hogy akkor már elmegyek az egyházból, elhagyom a gyülekezetet. Mert ez egy közösség. Egyébként a gyülekezetnek ez is a lényege, több lényegi eleme van az istentiszteletnek, de az egyik a koinónia, és abból nem lehet úgy kiszakadni, hogyha Isten belehelyez egy testbe, abból a koinóniából, ha kiszakítod magad, abból neked lesz csak károd, nem másoknak. És ugye a magyar emberek ugye szeretik azt csinálni, hogy bennük van egy ilyen, hogy mondjam, ilyen természetellenes dolog, hogy majd én megmutatom, öngyilkos lesz, tudod, ez a tipikus világiak, hogy öngyilkos leszek, és majd meglátják, hogy fogok hiányozni. Nem? Szerintem ez totál benne van. Tehát ez az önromboló, hogy majd akkor legyen még rosszabb, de abból meglátják, hogy... De nem fog hiányzni. Idd el, eltelik egy-két év, és nem is hiányzik. És akkor mi történt? Csak magának rombolta az egészet az ember. Semmi értelme nincs az egésznek. Hát, ilyen az, például, na és akkor azt mondja,
figyelj, azt mondja utána, ha gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő. Tehát rögtön egy szellemi választ, tehát elválasztás van, már nem testvér, hanem vám bűn, olyan, mint egy világi ember, és ahogy egy világi emberrel nem közösködik az ember, és nem azért nem közösködik, mert lenne jó az a világi ember, hanem más a szellem. Tehát nem egy szellemben vagyunk, mert az egyházat azt is jelenti, hogy egy szellemben vagyunk. Hogy amikor a Szent Szellem keresztségben részesülünk, és talán betöltekezünk Szent Szellemmel, akkor ez azt jelenti, hogy egy testnek a tagjai vagyunk. Tehát egymással koinóniában állunk. Bizony mondom nektek, és itt jön be a kormányzói hatalom az egyházba, amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lesz. Amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lesz. Na, mit szóltok hozzá? Tehát ez azt jelenti, hogy ami az egyházban oldás történik, de nagyon kijössz, imáját, imádkozunk, érted? Akkor a szellemvilágban megoldódnak a kötelek. Tehát neked így kell látnod, hogy itt egy szellemi oldás és kötés, hogy megkötözünk ördögi erőket, azok meg lesznek kötve. Olyan nincs, hogy nem lesz megkötve. És ezért szoktam nektek azt mondani, hogy többen imádkozzunk, amikor vannak szabadulások, amikor van különböző gyógyulások, akkor ott fontos, hogy egy akaraton legyünk, egységben csináljuk. Olyan nincs, hogy elmésztek kajász közben, és félig nézett, hogy ja, ott szenvednek a pásztor meg két ember, még mindig azzal az emberrel, addig mi trécselünk, beszélgetünk, meg egyéb dolgokat csinálunk. Na, akkor nem működik, emberek. Hát ez ugyanúgy megy tovább, az oldás és a kötésnek a hatalma az egységesen van. És amikor egységbe tud kerülni a gyülekezet, akkor nem nekem kell végig szenvedni órákig, hanem 5 percen belül kimegy az a démon. Nem? És akkor nem órákig kell lefáradnunk, hanem a gyülekezetnek az egysége felszabadít egy olyan erőt, egy olyan szellemi erőt, hogy az a démonnak, ha akarja, ha nem, akkor is tudomásul kell venni, és meg kell csinálnia, amit mondunk neki. Tehát így lássátok magatokat, hogy ezzel nem ér, tehát az Isten tiszteletnek, amikor konkrétan a végrehajtás is történik, abban is vegyetek részt egységesen, egy szívvel, lélekkel. Mindig, ha megnézed az apostolok cselekedeteit, mindig akkor történtek, ha az áttörések és nagy dolgok akkor történtek az egyházba, amikor egy szívvel, egy lélekkel voltak együtt az emberek. Amen? Oké, tehát nézd meg, mi a következménye még. Tehát oldás, kötés, hatalma. Azt mondja, ismét mondom nektek, hogy a ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, minden dolog felel, amit kérnek, megadja nekik az én mennyei atyám. Következő fontos, a végrehajtó hatalom egyháznak a jellemzője. Ima meghallgatások történnek. Tehát nem olyan, hogy évente egyszer, meg véletlenül mégiscsak összejött a dolog, hanem ima meghallgatások tömkelege van az egyházban. Ettől egyház. Azt mondta Jézus, hogy meghallgat a mennyei atya bennünket. A másik, ami még a harmadik dolog, az a hatalom. Látod, hatalom, meghallgatott imák, és a harmadik azt mondja, ahol ketten vagy hárman egybe gyűlnek, az én nevemben ott vagyok közöttük. Tehát az Istennek jelenlét ott van. Tehát ez a harmadik megfigyelhető következménye az egyháznak, hogy ott kell, hogy legyen a jelenléte Jézusnak, a jelenléte. És látod, itt az van, hogy ahol, itt ugye azt mondja, hogy ahol ketten-hárman egybe gyűlnek, eredetiben egybevezettetnek. Tehát egybevezettetnek, ez pedig a Szent Szellem által vezettetnek egybe. Ahogy Izrael fia is, amikor Saulhoz oda mentek, egybe lettek vezetve. Azt nem lehet pszichikailag ráerőltetni az emberekre. Lehet józan belátásra bírni az embereket, de nem lehet pszichikai varázslással, egy pszichikai közösséggel ezt megcsinálni. Nem lehet játékokkal, szórakozással egybevezettetni embereket. Tehát mert általában, tehát kisegyházakban ugye a programok, hogy csinálnak sok programot, és majd azok egybevezetik az embereket. Az már rég rossz, akkor már nem is csinálunk programokat, amikor ott tart az egész.
akkor le kell farcolni onnan. Mert semmi értelme nincs, mert nem a programok vezetik egybe az embert, értitek? Mert nem az egyháznak a középpontja nem a programok, hanem az egyháznak szellemi lényege van, szellemi középpontja van. Ott nem pszichikai ráhatás van a másikra, hogy gyere el, ha nem jössz el, elkározol, ez az, amaz, és a többi dolgokat. Értitek? Hanem az embernek belülről kell ezt a vezetést, ezt az indítatást, ezt a egybevezettetés belülről hozza össze a Szent Szellem. Értitek? És ebben szabadsága van az embernek. Persze, utána a testét kell, hogy odaszánja, mert máskülönben a test az nem akar, tehát az embernek a teste nem akar Isten tiszteleten részt venni. Általában az alap, tehát az a kiindulási pont. Jó, de ez viszont így megy. A Máté 16-hoz lapozzunk egyel vissza, és ugye itt is ez a második olyan kifejezés, ami az egyházzal kapcsolatos az evangéliumokban. Itt azt mondja a 16-nak a 15. verszak. Mondta pedig nekik, ugye itt a tanítványoknak mondja Jézus, ti pedig kinek mondotok engem? Ugye mert sokan azt mondták, hogy megkérdezte tőlük, hogy kinek mondanak engem általában az emberek. Azt mondják te, hogy egyik proféta, a másik azt mondja, ez vagy, az vagy, amaz vagy. És azt mondja, ti kinek mondotok engem? És azt mondja, Péter előállt, azt mondja, Simon Péter pedig felelvén mondta, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És felelvén Jézus mondta neki, boldog vagy Simon, Jónának fia. Mert nem test és vér jelentette ezt meg neked, hanem az én mennyei atyám. De én is mondom neked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem föl az én egyházamat. És a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Ámen. Tehát itt van a második olyan használat, ami az eklézsiát használja. Itt ugye úgy van, hogy anyaszent egyház, de ugyanaz a szót használja az eklézsiát, mint amit az egyházra használ, illetve gyülekezetre használ. És itt azt kell látnotok, hogy amikor azt mondja, hogy ugye itt Péterről van szó, és ugye vannak olyan felekezetek, akik azt mondják, hogy a Péter a kőszikla, ő rá kell építeni az első pápa, akire Jézus fölépíti az egyházat, és utána Péternek az utódai örökölték ezt a címet, hogy az egyház rajtuk van, tehát az igazi egyház rájuk van építve. Na most ezzel két dolog is tehát vissza lehet vezetni, hogy ez nem így van. Az egyik az, hogyha görögül elolvassák eredeti görögben ezt a verszakot, akkor ott azt látjuk, hogy Petrosz szóval van a Péter jelölve, illetve a kőszikla pedig Petrával van. Na most azt kell tudnotok, hogy a Petrosz az hímnemű a görögben, a Petra pedig nőnemű. Tehát innen is lehet látni, hogy nem lehet Péter a kőszikla, mert az egyik nőnemű kifejezés, a másik meg hímnemű. A másik pedig az, hogy a Péter, a Petrosz az eredeti görög szövegben, a görög fogalomban kőt jelent, tehát kő darabot jelent, míg a Petra, ez a nőnemű kifejezés, ez pedig kősziklát jelent. Márpedig azt nagyon, tehát ugye te is azt mondod, hogy kő vagy kőszikla, az két különböző dolog. Nem? Az egyik egy valami kisebb valami, a másik pedig egy nagyobb valamiről van szó, egy kőszikláról van szó. Na most akkor Jézus mire mondta azt, hogyha nem Péter a kőszikla, akkor viszont ki a kőszikla, akkor mi a kőszikla? Akkor, mert ez nagyon fontos, ugyanis, hogyha ez tényleg igaz, már pedig igaz, amit Jézus mondott, akkor azt mondta, hogy ezen a kősziklán építem föl az eklézsiát, az egyházat, és azon a pokol kapui sem vesznek diadalmat. Emberek, itt egy nagyon nagy dologról van szó. Ugyanis az a pokolnak a kapuit úgy kell elképzelnetek, hogy mindig, amikor ostrom volt, akkor mindig a kapukat támadták, amikor ostromlások voltak. Na most az ostromnál, a kapuknál mindig a legerősebb katonák voltak ott, mert az volt a gyenge pont. Értitek? És a gyenge pontot kellett erősíteni a katonáknak. Tehát ott fókuszálódik és koncentrálódik a pokolnak az ereje a kapuknál.
És itt azt mondja, hogy ha az egyház a kősziklán van építve, akkor a pokolnak, a sátánnak a legnagyobb erői, a legkoncentráltabb hatalmai sem tudnak ellenállni az egyháznak, emberek. Ez az egyház. Ilyen fontos dologról van, tehát mint amikor egyházról beszélünk, ilyen fontos dologról van szó. És ezért nem mindegy, hogy ki a kőszikla. És szeretném megkérdezni tőled, csak józanul gondolkodjál el, hogy az a felekezet, amelyik Péter tette a kősziklára, azon nem vettek hatalmat a pokol kapui? Én azt látom, hogy a történelem során bebizonyosodott erről a felekezetről, a római katolikus egyházról bebizonyosodott, ezt ki kell mondani, hogy nem állt a kősziklán. Azért, hát van nagyon, hát csak ha megnézzünk ugye magát a banki, tehát pénzügyi rendszerét, ha megnézzük, ugye a Vatikán bankot, hogy milyen maffia kapcsolatok voltak, ha megnézzük a történelem folytán a gyilkosságokat, eretnek gyilkosságokat, ha megnézzük azokat a boszorkány üldözéseket, amik voltak, és ez csak egy pár dolog, és még ne is beszéljünk a liturgiai elhajlásokról, amikor Luther azt mondta, hogy a mise például az ördögnek a farka. Így jellemezte például a katolikus misét Luther. Mert ő belelátott, hát ő szerzetes volt, aztán professzor lett belőle, tehát tudós lett, és végig elemezte a Biblia alapján, hogy van ez az egész. Nézzétek meg, hogy az a felekezet, amik emberre építi. Hát nézzétek meg, milyen volt Péter. Egyszer mondja, a Szent Szellem által beszél, egyszer meg az ördög jön be, szól ki belőle. Nem azt mondta Jézus a következő, itt a következő, azt mondja, te vagy Péter, odadom a kulcsok hatalmát, és utána azt mondja, távozz tőlem, sátán. És nem véletlen, hogy az a felekezet is, amely Péterre építi, az is egyszer úgymond tud olyan valamit, ami azt lehet mondani, hogy fú, ez lehet a Szent Szellemtől, de a másik oldalon meg rögtön látjuk, hogy hoppá, ez most a sátán. Tehát ez a kettőség ugyanúgy megvan abban a felekezetben, sajnos. Tehát akkor ez az egyház? Akkor mi a kőszikla? Akkor mire mondta Jézus azt, hogyha ezen a kősziklán, figyeljetek ide a másik, tehát ez nagyon érdekes, azt mondja, hogy építem föl az egyházat. Magyarán mit csinál most Jézus? Építi az egyházat. Most neki ő azzal foglalkozik. Ő főpapi szolgálata is van, de a mai napig nem mondott le arról a feladatáról, hogy építi az egyházat. Mit szóltok hozzá? Tehát most is, ezekben a pillanatokban is Jézus Krisztus építi például a Ceglédi híd gyülekezetét is, ha egyháznak látja. És ez azt jelenti, hogy ő azért, tehát ő a mai napig megmaradt egyházépítőnek. Tehát igazából ő az egyháznak az építője. Jézus Krisztus. És ezért ad az egyháznak ajándékokat, utána a Szent Szellem is ad ajándékokat az egyháznak. Tehát teljesen utána megajándékozza. Igazából minden áldás az nem egyéni, emberek. Nem egyéni az áldás, hanem az egyháznak adja Jézus. Az az ő teste. Amikor Jézus Krisztusra ráfolyik a kenet, akkor rád is ráfolyik. Mert az egyház az Jézus Krisztusnak a teste. Az össze van kapcsolva Jézus Krisztussal. És ezért jó. Ezért, értitek, hogy ezért nem szelektív az áldás, hát nem úgy szemére, hogy ez XY, ez csak a te áldásod. Ez a testnek az áldása. És ha te veszed, és a testnek a tagja vagy, és veszed azt az áldást, akkor rád jön. De azt nem te személy szerint XY kapod, azt a test kapja. És ha az egyház, a szó valódi értelmében, szellemi értelmében egyház az a valami, az a közösség, akkor Jézus Krisztusról folyik le a kenet. Ahogy Áron szakálláról folyik le, meg van írva Jézusról is, hogy felkente az atya, örömnek az olajával kente föl, és ez az olaj ez folyamatosan árad az egyházra, és így építi az egyházat. És ezért ad ajándékot, az atya is ad ajándékokat az egyháznak, kegyelmet, bűnbocsánatot, sok-sok minden mást is. Utána a Jézus Krisztus is ad az egyháznak ajándékot, a Szent Szellem is ad, haszonra adja.
És azért, hogy az egyház növekedjen, emberek. Nem az, hogy XY, én vagy te, ilyen nagy, tehát hogy bennünket akar, hogy fú, az egyéni érvényesülésünket adja. Az, ha jól csináljuk, akkor ad tiszteletet. De ha nem, ezt nem miattunk, tehát érted, nem az érvényesülés miatt adja, az egyház. Egyházat akarja felemelni, és ez kell a szolgálatokban is, hogy legyen, mert ő az egyházat akarja felemelni, az egyháznak akar hasznot adni, az egyházat akarja még több ajándékkal illetni, és amikor jönnek be emberek az egyházba, ezek ajándékok azok az emberek az egyház számára. Most nem szolgálti ajándékokról beszélek, hanem mindenkiben ott van a képesség csírák, amikkel, hogyha bejönnek, akkor hozzá tudnak tenni ők is az egyházba. Egyháznak a szervezetébe, és tudnak épülést adni, és növekedést adni. Tehát, ja igen, akkor mi a kőszikla, amire föl kell építeni az egyházat? Hát azt mondta Jézus, hogy boldog vagy Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. És azt mondta, ezen a kősziklán építem föl. Mert ugye akkor azt mondta, hogy te vagy Péter, és én ezen a kősziklán építem föl. Tehát ugye hímnemű, nőneműt használ. És ez azt jelenti, hogy amit előtte mondott abban a verszakban, azt mondta, hogy boldog vagy Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ki neked. Magyarán nem te kalkuláltad ki, nem te logikáztad ki. Nem te emberileg ész hittel jutottál el erre az igazságra, hanem hogyan? Kijelentésből. Tehát az, hogy hallgattad az igét, és hitből, hitbe ment az ige, és számodra egyszer csak azt érzed, hogy leesett a tantusz. És kijelentésből jön, tehát az azt jelenti, még hogyha ismered is azokat az igéket, észbelileg ismered, akkor is neked le kell mondanod arról, hogy de hát én ezeket tudom. Hát ezt mondta a galamb is, akinek, a verébnek mondta. Ugye meg akarta tanulni cipőt készíteni. És a galamb mindig azt mondta, tudom. Akkor menj el, ha tudod. Azóta sincs cipője. De félretéve, csak ez egy anekdótaként, ugye, de pontosan egyezik azzal, hogyha te úgy állsz, hogy tudom, akkor nem fogod, nem lesz meg. Mert nem az a lényeg, hogy tudod-e, ember. Mert persze azért tudod, mert olvasod a Bibliát, ha olvasod. De remélem olvasod. Itt egy új évvége van, következő évben 4 fejezetet naponta olvasol a Bibliából, és egészet el tudod olvasni 1 év alatt. Amen? Hányan olvastátok el az elmúlt évben a Bibliát? 2010-ben hányan olvastátok el a Bibliát? Még egyszer az Új Szövetséget elolvastam. Mert elő kell, hogy járjak. Tehát 4 fejezetet kell, csak nem sok a 4 fejezet, nagyon kevés. Negyed óra alatt el tudod olvasni 4 fejezetet. Aztán mondta, hogy nincs negyed órád naponta 4 fejezetet elolvasni. De mi történik ugye azzal, most képzétek el, ugye régebben nem voltak bibliák. És ugye ott az volt, hogy várták a gyülekezetben, hogy jönnek a szolgálók, és akik vagy már olyan, mint Péter apostolok, ezért jártak körbe a gyülekezetekben, ők elmondták, hogy mit tapasztaltak, mit mondott Jézus, hogy mondta, és a többi, és a többi. Hallgatták, és bejött, nekik kijelentés volt ez. Na most, amikor már amióta van Biblia, azt el lehet olvasni. Ugye az észbe megy, tehát amit elolvasol, fogalmakat, meg ilyenek, és akkor kialakul egy tudás. Igen ám, de ott lehet elrontani az egészet, hogy ez nem ugyanaz, mint a szívnek az ismerete. Tehát te hiába ismered a Bibliának a fogalmi rendszerét, fogalmait, szavait és a többi mondatait, az egy dolog. De az egy más dolog, hogy ebből mi van a szívben. És ezért van a keresztényekben egy kettősség azzal kapcsolatban, hogy tudják, hogy mit kéne csinálni, de egy más dolgot csinálnak, és a szívükkel meg vannak szomorodva, hogy de hát én tudom, hogy ezt kéne csinálnom, de mégse tudom megcsinálni. Ezt tudod, hogy mit jelent? Azt jelenti, hogy annak a dolognak a valósága és igazsága az nincs meg a szívedbe. Az csak fogalomként jelentkezik, de ez a fogalom ez nem ugyanaz, mert ebben nincs végrehajtó erő. Tehát ebben nincs erő. A fogalmi hitben, a fogalmakban nincs erő. Abból csak tudod, hogy ezt nem szabad csinálnod. És akkor mi van? Ezzel még sehová nem jutottál.
Ahogy a Bibliának a többi igazságát is lehet, hogy tudod, de az nem változtatja meg az életedet. Ami megváltoztatja az életedet, és ami meg tudja változtatni, az a kijelentés, ami lehet, hogy emberen keresztül szól, mert nem azt jelenti, hogy a test és vér, az, hogy jelenti ki, hogy neked akkor ember nem szólhat, hanem ez azt jelenti, hogy a Szent Szellem által kell, hogy szóljanak az emberek, vagy aki prédikálja az igét, a Szent Szellem által kell, hogy prédikálja, és ez a kijelentés, ami prédikáción keresztül jön, azt kell a szívben kikapcsolni az ész, tehát abba az a, tehát ez amikor azt mondjuk, hogy megalázzuk magunkat Isten előtt, hogy az agyunkat ebből kikapcsoljuk, mert akkor rögtön azt mondja, hogy jaj, ezt már hallottam, jaj, ez hülyeség, jaj, én másképp gondoltam, mert ugye például most elmondtam a római katolikus egyházról egy pár dolgot. Na most, aki ebbe benne volt, és nem alázza meg magát, tehát nem teszi ezt le, az kiakad ezen, és azt mondja, hogy érted, és megáll ennek a kiakadásán, ahelyett, hogy épülne, ahelyett meg kiveri a biztosítékot benne, hogy én hogy beszélhetek így. És már rögtön nem, értitek, hogy már rögtön, amit Jézus mondott, hogy felépítem az egyházat a kősziklára, ő már nem tud a kősziklán megállni. Tehát ilyeneket is, tehát amikor mi azt mondjuk, hogy alázattal hallgatom az igét, akkor kikapcsolok minden szokást, minden világnézeti szokásbeli és a többi dolgot, amit eddig megszoktam, ahogy eddig gondoltam, és befogadom az igét a szívembe. És ugye nagyon jó, hogyha heteket olvassátok, nagyon például most is az elmúlt számban is ugye az agyról kapcsolatban derültek ki dolgok, írtak dolgokat, egy nagyon jó könyv, csak sajnos nincs meg magyarul az a könyv, már néztem utána, mert nagyon jó könyv. De ugye az elmúlt hetekben, ugye az egyik hetekben volt arról is, hogy a szívnek van intelligenciája. Mert felfedezték, amit a Biblia már több ezer évvel írt, ugye felfedezték a neuronokat a szívben, hogy a szívnek is vannak, nyilván nem annyi neuronja, mint az agynak, de egy sokkal kevesebb neuronjai vannak, tehát gondolkodási képessége van a szívnek. Képzeljétek el. És ez világi tudósok, szívsebész, vagy szívspecialisták a szívet vizsgálták, és megdöbbentek, hogy neuronok vannak a szívbe, amit addig az agyba vannak. Tehát magyarán a szívnek is vannak gondolatai. És tudod, a prédikáció az a szívednek szól. Az nem ide, hogy ez növekedjen benned, hanem a szívednek a gondolata, a szívnek az értelmi képessége, a szívnek a gondolati képességei legyenek. Érted, hogy annak szól ez az egész. És ilyenkor sokszor lehet, hogy az agy az kiakad ezeken, de neked a szíveddel kell. Mert az ember, hogyha a szívét, tehát hogyha meg tudja érteni a szívét, vagy tehát engedi, hogy a szíve találkozon ezekkel a dolgokkal, akkor azt érzi az ember, hogy a szívével vágyja ezeket. A szívének kellenek ezek. Csak más szokott meg, és ezért belül lehet, hogy konfliktust él át, amikor el kell, hogy jön Isten, vagy eljön az Isten tiszteletre, hogy egy konfliktusban van benne, mert egy egészen más világnézetből jön az ember. Na és mit mondott Jézus? Azt mondja, ezen a kősziklán, tehát a kijelentés ismeretre, tehát hogyha te a kijelentés ismeretre építed az életedet, akkor le tudod győzni a pokolnak a kapuit. És a másik, hadd mondjam el neked, értitek? Tehát a kijelentés ismeretre kell neked. Nem az agyadra, hogy mennyit olvastál a Bibliából, és azt akarod megvalósítani. Te azt akart megvalósítani, amit a prédikáción keresztül hallottál. Mert a prédikáción keresztül nem csak szavakat hallasz, hanem a Szent Szellemnek az ereje is bele sűrűsödik a magukba, a prédikált igébe, és amikor az bemegy a szívedbe, megkapod az erőt is hozzá. De amikor te olvasod elméletileg az igét, akkor abban nem jön erő, abban nem lesz végrehajtó erő, hogy megcsináld azt. De a kijelentés ismeretbe, viszont az erő is bejön az életedbe, hogy meg tud valósítani a prédikációnak a valóságát az életedbe. Na mit szóltok hozzá? Nem jó járni Isten tiszteletre? Nem jó hallgatni felkent ige hirdetéseket? Ez tud megváltoztatni bennünket. Ez tudja megváltoztatni mindent az életünkön. Nem az elmének az ismerete. És figyeld, a másik, hadd mondjam el neked, arról van szó, hogy a pokolnak a kapui sem vesznek diadalmat. Hát emberek az ostromnál. Szerintetek kinek a...
az, akinél a kapujánál történik az ostrom, az a támadó vagy az a védekező? Na, szerintetek? Hát ugye az a védekező. Tehát akinek a kapujánál történik az ostrom, a várkapunál, az a védekező, nem? És azt mondja, nézzétek meg Jézus mit mond, hogy az egyházon a pokolnak a kapui nem vesznek diadalmat. Magyarán mit mondott? Azt, hogy az egyház a támadó fél, és nem a védekező fél. Amikor te védekezel az életedbe, akkor rossz helyen vagy. Rossz helyen történik a küzdelem. Rossz helyen történik a csata. És rossz lesz a kimenetele is. Már eleve elrontottad akkor. Már a helyzet, a felállás rossz. Azt mondta Jézus, az egyház megy és támadja a pokol kapuit. Neked egy támadó kereszténynek kell, hogy legyél. Nem védekezőnek. És szeretném, hogy akik ide járnak a gyülekezetbe, azok támadó keresztények lennének. És nem az, hogy jönnek, hogy jaj, ez történt, megint betámadott az ördög. Hát ember, rossz helyen vagy. Neked kell támadnod, azért támad be az ördög, mert nem támadsz. Erről van szó. Hogyha nem támadsz, akkor téged támad. Ha nézd az ördög, hát ezek nem jöttek ellenünk. Ott beálltak már a kapukba, minden erősséget odahelyeztek, senki nem jött. Szóval nézzük meg, mi történt. És akkor kimegy, és néz, elküldi a hírnököket, és nézzük. Ez beállt védekezésre. Jaj, de... Hát nem tudja, hogy hol a helye. Na menjünk, intézzük el. És akkor kiküldi a csapatait. Démonokat, mindenkit, összezavarja az agyadat, gondolatokat, mindent, az ember kifordul önmagából is. Miért? Mert nem támadtál. Neked támadónak kell lenned. Neked kell támadnod. Most nem az embereket kell letámadnod, meg különböző, tehát különböző érzelmekkel, meg ilyenekkel, hanem a szellem világban neked támadó félnek kell, hogy legyen. Tudnod kell azt, hogy mindent, amit akarsz, amit el akarsz érni, azt mindig szellemi harccal kell elkezdened és megvalósítanod. Neked harcolnod kell. Szellemi harc. Hát erről, nézd meg az egyház, itt a Máté 16, az ugye hamarabb van, mint a 18, tehát mi most ezt bár másodjára nézzük, de ez volt először, ezt mondta Jézus először, és nézd meg, amikor először azt mondta, hogy egyházról van szó, mit mondott? Támadókról van szó. Tehát magyarán te egy olyan harcosnak kell, hogy legyél, a támadásba vagyunk benne. Mi nem ismerünk védekezést. Ezért nincs védekező fegyver a Bibliában. Az Istennek, amikor felsorolja a védekező fegyvereit, akkor nem olvasod azt, hogy hátpáncél, vagy mi. Nem, minden csak elől van. Amikor Pál apostol felsorolja a fegyvereket, akkor minden fegyver így elől van. Hátul nincs fegyver. Tehát ott, ha a hátadat mutatod az ellenségnek, annyi. Véged. Nem lehet az, hogy a hátadat mutasd az ellenségnek. Az ellenfélnek. Csak elől. Akkor van esélyed. Még ha nem látszik győzelmesnek az ügy, vagy nem érzed magad győztesnek, akkor is, ha nem előlt, tehát hogyha nem így előről mutatod magad, esély. De akkor, tehát akkor veszted van. Ennyi volt. De hogyha megállsz, akkor van esélyed győzni. Még ha akkor is, hogyha nem is tudod, hogy hogyan, vagy miképpen, vagy egyáltalán milyen lehetőségekkel tudsz győzni, de én most megmondom neked, biztos, hogy győzni fogsz. Még hogyha magadban se látod azt az erőt, hogy győztes legyél, akkor is, mert te nem te fogsz győzni. Neked csak ellenállnod kell. Érted? De az a fegyverzet, ami rajtad van, az alkalmassá tesz arra, hogy győzni tudjál. És Isten pedig felfegyverzett, mert tudja nagyon jól, hogy az egyház az támadó. Az egy olyan szellemi test, az egyház, az egy olyan szellemi valóság, ami támad. Ami csak támad. Azt le kell támadni az ördögöt. Mindjárt majd a familiális szellemeket is letámadjuk. Nagyon szeretem, amikor összecsapás van. Két királyság között. Mert akkor látszik, hogy Isten országa az a győztes. Nincs kérdés, az a győztes.
Persze, vannak emberi tényezők. Vannak olyan tényezők, amik befolyásolják az embert, és ami nyilván, hogyha csak az emberi tényezőket nézzük, vegyétek észre, hogy a Istennek a munkája a mai világban, az én tudom mondani, hogy dualisztikus. Tehát egy kettősség, vagy ambivalens, inkább így mondanám, az sokkal jobb. De nem azért mondom, hogy ne értsétek, hanem azért mondom. Nem, mert nagyon jól visszaadja ez a szó, ugyanis azt jelenti ez a szó, hogy két ellentétes dolognak, tehát úgy néz neki, hogy mind a kettő kell hozzá. Ugye, mert hogyha csak a testet nézzük, tehát a fizikai valóságát nézzük, mi embereket látunk. Az emberek ugye nem tökéletesek. Mit látunk egymásból? Nem vagyunk tökéletesek. Vagy megsértenek, vagy nem úgy beszél hozzám, és a többi, amivel bele lehet kötni. Értitek? De viszont szellemileg nézem az egyházat, akkor azt mondom, hogy ezekkel a nem tökéletes emberekkel együtt, de nem azért, mert én tökéletes vagyok, hanem én is ugyanúgy nem vagyok tökéletes, mi együtt, a tökéletlenek, mi együtt, hogyha egységbe kerülünk, egy olyan szellemi való erő tud felszabadulni bennünk, hogy mi a tökéletlenek, le tudjuk győzni a sátánt. Nem óriási? És ezen értettem azt, hogy ezért ambivalens, hogy arra adna okot, hogy belekössünk a másikba, meg megsértődjünk, meg ezt csináljunk, azt csináljuk. Én mindig azt, tehát most csak visszabillenjek, tehát hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy jobb egy 100 fős tökéletlen gyülekezet, vagy egy 500 fős, vagy egy 1000 fős, vagy egy 10.000 fős, vagy egy 100.000 fős tökéletlen gyülekezet, mint 10 fős tökéletes. Mert az se tökéletes. Ahol emberek vannak, élő emberek vannak, mert hogyha halottak vannak, az tökéletes már. Ott már nem lehet hiba. Maximum annyi, hogy nem élnek. De ahol élő emberek vannak, az már nem tökéletes. És ahol te már ott vagy, az se lehet tökéletes. Meg én. Tehát ezért egymásnak a tökéletlenségeit, az megbocsájtással kell, meg túl kell lépnünk, meg türelem, hát ez adja a gyümölcsöket Isten, nem? Nézd meg a Szent Szellem gyümölcseit. Azért mondja a szeretet, a jóság, hosszútűrés, béketűrés, szívesség, nem? Önmérséklet, tehát hogy megtanulja az ember kezelni a mérsékletét is. Ezek mind azért adnak, hogy mert tökéletlenek vagyunk, és Isten is számolt ezzel. És képzeld el, hogy így, hogy tökéletlenek vagyunk, még így is meg akar áldani Isten. Még így is azt akarja, hogy növekedjünk, fejlődjünk, épüljünk. Nem jó? Tehát Isten azért tökéletes, mert a tökéletlenekkel így tud bánni. És amikor tőlünk is elvárja az Úr, hogy legyetek tökéletesek, ugye ezt mondja, mint az én mennyei atyám, akkor mit vár el? Hogy te is a tökéletlenekkel, akik nálad tökéletlenebbek, azokat el tud viselni. Szeretetben. Na most nehogy azt mondom, de én nem magamra mondom, hogy én, érted, hogy nálam vagytok tökéletlenebbek, mert lehet, hogy én nálad is tökéletlenebb vagyok. Csak ezt te nem látod, csak a feleségem. Te itt látsz öltönybe, szépen, nyakkendő, valahogy, nem? Na, biztos tökéletes. Pláne meg Isten igét is hirdeti, ez egy tökéletes ember. Nem? Hát otthon derül ki, hogy ki milyen. Na szóval, a kősziklán építi fel Jézus az egyházat, és a pokol kapuid nem vesznek diadalmat. Tehát így épülünk föl, és így megyünk előre. Viseljetek gondot azért magatokra, és az egész nyájra, melyben a Szent Szellem titeket vigyázókká tett. Isten egyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett. Az egyházat Jézus vére szerezte. Az egyház azért egyház, az eklézia, ez a szellemi test, ez amiatt szellemi test, hogy Jézus a vérével szerezte meg. Amen?
Jézus az életével fizetett, és az élete árán jöhetett létre az eklézsia. Az élete árán jöhetett létre az egyház. A vére árán jöhetett létre az egyház. A vére árán lehetsz te kihívott, és tartozhatsz bele a kihívottak közösségébe. Ez egy kiváltság. És ezért mondja Pál apostol itt előtte, hogyha megnézed a 26. verszakot, itt azért mondja azt, hogy azért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindeneknek vérétől tiszta vagyok. Tehát, hogy hogyan kell szolgálni az egyházba. Azt mondja, hogy az emberek vérétől tiszta Pál apostol. Tehát az azt jelenti, hogy az emberek életétől. Tehát nincs nála olyan dolog, amit ragadományként, magyarán kiénekelt az emberekből. Ugye máshol azt mondja a példabeszédek könyve, hogy lopások, például ami beleesett ugye Júdás is, ugye a tanítvány, iskariótes Júdás, hogy ő lopott a pénzből, és az történt, hogy a vér, tehát ugye a példabeszédek könyve alapján, amikor azt mondja, hogy másnak a pénzéhez hozzájutott jogtalanul az ember, akkor annak a vére terheli azt az embert, és ugye Isten igazságos, ezért szokott az lenni, hogy azt a, ugye, tehát körülbelül van egy egységes pénzmennyiség, például most mondok valamit, hogy egy nap mondjuk mennyit lehet keresni egy napi munka pénze, körülbelül mennyi? Mondjatok egy összeget. Egy nap alatt hány forintot tudtok keresni? 8000? Van, aki 8000-et, van, aki 5000-et, van, aki 15000-et keres egy nap. Mennyi? 20? Ja, 10. Isten adja meg, hogy 20000-et is keressetek egy nap. Sőt, nem hogy 20000-et. Na de az a lényeg, hogy Isten tudja, hogy mindenkinek mennyi a napi, tehát amit naponta megkeres. És ilyenkor szokott az lenni, hogy ha valaki jogtalanul szerez meg pénzt, vagy tulajdont, vagy bármi olyasmit, ami a másik emberhez tartozik, de jogtalanul szerezte meg, akkor ezért kell vigyázni a zöldségeseknek, tudod, akik ilyen kereskedelemmel foglalkoznak, hogy csapják be az embereket, azok jogtalanul szerzik meg. Isten kiszámolja, hogy annak az embernek az hány napi, vagy hány órai pénze, és azt levonja az ő életéből, élettartamából. Értitek? Ezért vigyázni kell. Tehát jogosnak kell lenni. És erre mondta az Pál apostol, hogy ő mindenek vérétől tiszta, hogy ő nincs neki olyanja, amit ragadományként szerzett meg emberektől. Tudjuk azt pedig, hogy Pál apostol kapott, például a Filippi gyülekezet támogatta a szolgálatát, de mégis ő azt mondja, hogy ő mentes a vérüktől, tehát amit adtak, az szabad akaratból adtak neki, de viszont, hogyha lenne az életében olyan, amit kiénekelt az emberekből, vagy ragadományként megszerzett, vagy jogtalanul megszerzett, és mondom, ezért kell vigyázni a kereskedőknek, jogtalan haszonra ne tegyenek szert, mert az életidejüket rövidíti. És sokszor a betegségek, a rák, meg egyéb dolgok, amivel megrövidülnek emberek életei, az sokszor nem véletlen. Nem azt mondom, hogy minden esetben ez, de sokszor nem véletlen, mert lehet, hogy olyan kereset van nála, amivel hamarabb kell befejezni az életét, mert annyit harácsolt össze más embereknek az életéből, jogtalanul tett szert, és ez Isten félelemre ad okot, ezért kell jogosan bánni az embernek, a másokkal is, meg pénzekkel kapcsolatban is tisztának kell lenni, mert az ember az élet idejét rabolja meg magától. Isten adott mindenkinek életidőt ezen a földön, de az ember meg tudja rövidíteni, meg is tudja hosszabbítani. Hogyha jól él, hogyha Istennek tetsző életet él, meghosszabbítja. Ha viszont meglop embertársait, akkor megrövidíti az életét. A másik, tehát ugye Pál apostol ugye azt mondja, hogy mindenkinek a vérétől tiszta. Utána azt mondja, nem vonogattam magamat, hogy hirdessem nektek az Istenek teljes akaratát. Tehát sokszor fáj az embernek, például intések sokszor fájnak az embernek, vagy olyan dolgok, amik elhangzanak, fájhat. De azt mondja Pál apostol, hogy ő mindig, tehát a teljes akaratát. Tehát most azért nem csorbította meg az Isten igazságát, hogy valaki meg ne botránkozzon
a gyülekezetbe, aki eljön, hogy mondjuk megbotránkozik. Tehát ezért van sokszor az, hogy ugye mi is, én hiszem azt, hogy a teljes akaratban benne van nem csak az adakozás, hanem a démonűzés is. És sokszor az emberek ugye eljönnek a gyülekezetbe, és mondjuk látnak ilyet, és kiakadnak, és mondjuk azt mondja, hogy húha, hát itt olyan megnyilvánulások vannak, hogy az nem tetszik. És, de hát ez is Istennek a teljes akarata. Most, ugye aki volt Budapesten, az hallotta, hogy Kambodzsában voltak a Flajszendre, meg a Lőrinc Péter, és ugye pont azt mondták el, hogy leszállt a Szent Szellem olyan emberek, akik életükben nem tapasztaltak meg szabadulást, meg ilyen dolgokat, és leszállt a Szent Szellem jelenlét, és elkezdtek szabadulni az emberek spontán. És a többiek, akik ugye nem nyilvánt meg, nem értették, hogy miről van szó, és úgy kellett elmagyarázni, hogy a szabadulás is Istennek a tökéletes akarata. Tehát, hogy Istennek az akaratába tartozik. Tehát ez ugyanolyan liturgikus elem. Tehát így értek el, hát Jézusnak, ha megnézitek a józanul, és csak, tehát csak logikusan nézd meg ebben az esetben, hogy hasonlítsd össze, hogy Jézus a szolgálatának a szakaszait, hogy mikor mit csinált, akkor azt látod, hogy neki a szolgálatának az egyharmadát minimum kitöltötte a démonűzés. Értitek? Tehát ez hozzá tartozik. Vagy nézd meg az apostolok cselekedeteit, sorba veszi a Biblia, hogy betöltekeztek Szent Szellemmel. Tehát ez hozzá tartozik az egyházhoz. Értitek? Hogyha ezt levonom az egyházból, akkor egy valami ilyen felemás képződmény jön létre. Amiben benne van az igazság is, de mégsem működőképes az igazság. Most az kinek kell? Hát amikor megtérünk, azt mondjuk, hogy teljes szívből térdünk. Nekem akkor teljesen kell Istennek minden. Tehát érted, hogy a teljessége kell. Hát akkor ne egy kis részt akarjunk birtokolni. Hát, ja, az, hogy nem tetszik, hát azt át kell gondolni, érted? Mert tudjuk, tehát hogy mondjam, tehát tudjuk azt mondani, hogy ez tetszik. Hát nekem is, amikor először 94-ben voltak ilyen megnyilvánulások a gyülekezetben, és pont akkor egyik szerdán nem voltam ott, és pont akkor volt egy ilyen. És akkor felhív másnap a barátom, és mondja, hogy képzeld el, mi volt. Négy kézláb mászkáltak az emberek, kukorékoltak, meg ugattak. És ez az egyház. Hát ilyen nincs. Érted? Hát ez nem lehet. Mondom, várjunk. Mondom, kíváncsi vagyok, ezt meg akarom nézni. Ugye követ szombaton, akkor még szombaton voltak az istentiszteletek. Megyek szombaton, olyan megnyilások voltak, tudod. Mondom, ez nagyon jó, ez nekem nagyon tetszik. Még akkor is, hogyha így kívülről, érted, most oké, hát ott sétál valaki, zsugat, négy kézláb. Most ez elég húzósnak tűnik. Ugye erre mondják azt rögtön, ugye aki szó szerint értelmezi a Bibliát, hogy hát ilyen nincs benne a Bibliába. Hogy négy kézláb ugatva töltekezik be Szent Szellemmel. Én meg azt mondom, szerintem belefér abba, hogy amikor azt mondja, hogy nem részegek ezek, és azt mondja, hogy én egy részeg emberről el tudom képzelni, hogy négy kézláb. És pláne utána fel kell, és más ember lesz, és jobb ember lesz, akkor szerintem semmi aggodalom nincs, hogy valaki vonyít. Nem? Tehát meg kell nézni a gyümölcsöket akkor, mert pontosan ilyen, mert szerintem, hogyha nincs élménye az, tehát szerintem Istennel való találkozás, ez egy élmény. Én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, aki volt történelmi egyházak, tehát liturgiáira járt, nem tudom, hányan vagytok ilyenek, hát nem tudom nektek milyen élmény lehetett, vagy tehát maximum lehet, hogy aludni tudtatok, akiről hallottam, hogy volt, aki aludt, érted, tehát, hogy elment. De maga az, hogy ugye, tehát most a freskóknak, meg a ugye maga a kinézetre, most tényleg az tud adni az embernek, ugye belép egy ilyen helyre, és egy ilyen nagy, hogy mondjam, ilyen nem áhítat, de egy ilyen, tudod, nem megdöbbenést, hanem egy ilyen vallásos élmény tud adni, hogy fú. De hát én nem tudom elképzelni, hogy a Szent Szellem úgy tudna munkálkodni ilyen környezetben. Nem? De tényleg, én nem vitatom el, hogy van egy élménye az embernek. De viszont vegyétek észre, hogy ez az élmény az jobbá tett. Érted? Tehát most a vallásosságon kívül,
Másképp csináltad a dolgokat? Győzni tudtál a bűn fölött? Másképp tudtál élni? Tisztább lettél utána? De értem, amikor eljövünk ige Isten tisztelet, akkor nem csak ige kell, akkor kell nekem, valami több is kell. Hát nem jó megnyugodni a Szent Szemnek a jelenlétébe? Hát figyeljetek, Isten tisztelet, egyébként azt az Isten, tehát a liturgián fogom mondani, vagyis hogy úgy a liturgián, hogy amikor a liturgiáról lesz szó. Hát, hogy Isten ebbe fog belevezetni bennünket. A Jelenések könyve arról beszél, hogy mi, akik részt veszünk az egyházba, azt mondja, éjjel és nappal fogunk szolgálni az Istennek. És a eredetiben az, hogy liturgiázni az Istennek. Tehát ő azt mondja, hogy örökké, tehát beljön az egy napon az életünk, hogy átlépünk az örökké valóságba, és ott folyamatosan Isten jelenlétében, Isten tiszteleten leszünk. És én belegondoltam, hogy nem lesz ez unalmas, vagy ez nem lesz ilyen egyhangú. És rájöttem arra, hogy életemnek a legjobb másodpercei, percei és órái azok voltak, amikor Isten tiszteleten kiáradt a Szent Szellem. Betöltekeztem Szent Szellemmel, ültem a földön, vagy ültem a széken, vagy álltam. És egy olyan jelenlét volt, hogy azt mondtam, hogy de én most megmondom neked, hogy aki átment extázisba a Szent Szellem által, az egy se fogja azt mondani, hogy neki ne ez lett volna életének a legnagyobb élménye. A mai napig. Biztos vagyok benne, hogy azok a legnagyobb élménye, és azt mondaná az ember, hogy ha az egész élete ebből állna, az lenne. És kézd el, eljön az az idő, amikor az egész életed abból fog állni, hogy egy ilyen Isten tiszteleten veszel részt az Úrral. És amit most kicsibe, és csak egy a földi élethez képest, csak egy nagyon kicsit tapasztalunk meg, az ott akkor a teljességébe, és a maga valóságba. És nem kell utána azon gondolni, hogy elmész aludni, meg kell menni holnap dolgozni, meg ez az amaz, hanem ott folyamatosan benne tudsz lenni az Istennek a jelenlétében. És erre hív el Isten bennünket. Azt akarja, hogy ez legyen az életünkben. És ezért már erre készít föl. Tehát ezek, amikor a Szent Szellem betöltekezések vannak, ezek igazából felkészítések a mennyei életre. Hát szerinted mit fogsz ott csinálni, ha nem ezt? És ez a legjobb, hát ez megtisztít. Egyébként majd fogok beszélni a liturgiáknak, az az értelme, hogy megtisztítson. Azért adta Isten a liturgiát, hogy megtisztítsa az embert. És pontosan ezért van az ige hirdetés, a Szent Szellem való betöltekezés, a dicséret, hogy ezek mind megtisztító erő legyen az ember életében. Amikor elmegy utána, azt mondja, hogy úgy érzi, hogy tisztább. És pedig csak részt vettem a parlamenti ülésen. És tisztább vagyok. És teljesen jól mennek a dolgok. És kiemelt a mulandóságból, kiemelt a halandóságból, és teljesen újját tudott tenni. Amen.